A családi együttlét, ajándékozás, díszítés, különleges ételek és dalok mind részét képezhetik a karácsonyi ünneplésnek. A 11 éves Dominik izgatottan készül már a szentestére. Testvérével a családi szokások szerint tartott ünnepi készülődést nagyon szeretik. Mi nagyon várjuk, hogy jöjjön a kis Jézus megszülessen. Úgy szakadnánk venni, hogy a kis, mi elmegyünk Patrikat tesómmal fürdeni. Annyit hallunk, hogy csöng valami fáról, és annyit látunk, hogy ott van a sok ajándék. Vannak, akik szűk családi körben lesznek vasárnap, és együtt várják a megérdemelt pihenést. Karácsony első és második napján sokat lesznek úton, hogy szeretteikkel ünnepelhessenek. A szenteste az csak és kizárólag a nagyon szűk családé, úgyhogy a két gyermekemmel és a feleségemmel töltöm ugye a szentestét. Viszont 25-én és 26-án ugye elindul a nagy család látogatás. Én Zalából származom, úgyhogy ez tradíció minden évben, hogy ugye édesanyámat, rokonokat meglátogatjuk 25-én, 26-án, illetve a feleségemnek ugye Tolnaiak a rokonai, úgyhogy hozzájuk is ellátogatunk. Ez a kötelező program, de örömmel vesszük, főleg egy ilyen hajtós év után, hogy végre a családdal össze tudunk ülni, és két nap nyugalomba eltöltjük velük. A Covid megjelenése óta rengeteget változott a világ és mindenki élete. Az év végéhez közeledve elérkeztünk az elmélyülés és számotvetés időszakához is, hogy egy bőségesebb új évbe léphessünk. Én azt érzem, hogy minden évben nagyon fontos ugye a szeretet, de valahogy az elmúlt 3 évben én úgy gondolom, hogy talán idén a legfontosabb az, hogy mindenki elgondolkodjon, mindenki egy kicsit befele forduljon, és találjon valami nagyon nagy pozitívumot, ami átsegít minket a következő évekre. Neb Dénes családjában is a tradicionális ételek kerülnek az ünnepi asztalra, de a meglepetés fogásokat is örömmel fogyasztják, mert a legjobban szeretteik társaságának örülnek. Karácsony nálunk ugyanolyan évek óta már. A baj az, hogy időnként fogyunk. Most már csak a feleségemmel és édesanyámmal vagyunk, a többi idős hozzátartozó sajnos nincs már. De megesszük a halászlét, megfőzzük, töltött káposzta is lesz. Első nap jön a feleségem, gyermekei jönnek hozzánk Ezerje utcába, második nap én megyek föl, vagyis mi megyünk föl édesanyámmal, a gyermekeinkhez Budapestre, hogy éppen mi lesz ott a kaja, ez legyen a fiamnak a problémája, legyen valami meglepetés, hogy az öreget mivel várja. Pala Anikó a mai napra hagyta az utolsó szükséges élelmiszerek megvásárlását a karácsonyi menühöz. Különleges ételekkel és desszerttel készült családjának. Szenteste én nem vagyok annyira halevő, ezért nálam egy vesepecsenye, egy kis libamájjal, egy kis ezzel-azzal aprósággal, és mivel nem vagyunk igazán süteményevők, így vagy madártej, vagy egy kis gesztenyepüré. Az ünnepi készülődésben az ajándékok másodlagos szerepet töltenek be, hiszen a család és a szeretet a legfontosabb. Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek. A családja körébe élvezzék, mert ez a legnagyobb kincs. Az idén karácsony hétköznapra esik. Azonban sokan olyan szakmában dolgoznak, akik számára ez az ünnep nem a pihenésről szól, ezért fontos, hogy ilyenkor is tekintettel legyünk egymásra.